Kisfilmek az állatvilágból gyerekeknek. A jeges medve. A legtöbb jeges medve szinte sohasem teszi a lábát igazi szárazföldre. Egész életüket az északi sarkvidék befagyott vizein, a lassan sodródó jégmezőkön töltik. Talpuk szőrös, ezért biztonsággal járnak a jégen. Akár napokon keresztül képesek úszni is. Igazából gyorsabban úsznak, mint cammognak. A jeges medve szinte állandóan vándorúton van. Ez a hatalmas, talán lomhának tűnő állat nagy ügyességgel halászik. Ha pedig vadászik, kitartóan üldözi zsákmányát. A hal mellett egyik kedvenc táplálékát a fókák képezik. Kifinomult szaglásukkal akkor is érzékelik őket. Ha azok messze vannak, vagy mélyen elbújtak a hó alatt. Amúgy a jeges medve szőre a természet egyik legnagyszerűbb találmánya. Két rétegű bundájuk vastagabb szálai olajjal átitatottak. Ezért még úszás közben is szárazon tartják az alatta levő puhább szálakat. Így a bennük levő levegő azon túl, hogy szigetel és véd a hideg ellen, az úszás során még mentő mellényként is funkcionál. A szőrük színe a látszat ellenére nem fehér, hanem színtelen. Azért látszik csak fehérnek, mert a szálak visszaverik a fényt, hogy a testük ne veszítsen hőt. Így hőkamerával majdnem észrevehetetlenek a hideg tájban. Közben a jeges medve szőre alatt a bőre fekete. Talán mert igazából az őse a barna medve. A szőrének egyetlen hátránya akkor van, mikor emelkedni kezd a hőmérséklet. Mivel melegebb időben sem képesek hőt leadni, ilyenkor majdnem megkukulnak a bundájukban. Érdekesség, hogy a jeges medvék nem isznak vizet. Mindenek előtt, mert nincs ivóvíz az északi sarkon. A tenger sós vízétől pedig csak még szomjasabbak lennének. Biztos azt gondolnánk, hogy akkor havat esznek, vagy jégcsapot nyalogatnak,
de igazából még azt sem. Hanem a kedvenc ételük a fókák zsírjából nyeri ki a szervezetük a vizet. Hogyan is van, a jeges medve miért is nem vadászik pingvinekre? Egyszerűen, mert sohasem találkozik velük. Ugyanis a pingvinek a déli sarkon, az Antarktiszon élnek, míg a jeges medvék a föld északi sarkvidékén, vagyis egymástól óriási távolságban. A jeges medve az összes medve közül a legnagyobb, felállva akár 3 méter magas is lehet, ezért biztos, hogy jobb vele inkább csak az állatkertben. És nem az utcán találkozni. Az elefánt. Az elefántnak van 2 nagy, legyező formájú füle, szája, szeme, de hol az orra? Vagy az ormánya az orra? Igen, az elefánt ormánya az orra, azon keresztül lélegzik. Ha víz alá merül, akkor pedig úgy használja, mint egy búvár a vízipipát. Ha belegondolunk, akkor így ő a leghosszabb orrú állat a világon. Néha úgy tűnhet, hogy az ormányán keresztül iszik is, de igazából nem, csak felszívja vele a vizet, és onnan spricceli a szájába. Esetleg a hátára, ha hűsíteni szeretné magát. Az elefánt ormánya mindenre jó. Felvenni valamit a földről, a segítségével könnyebb enni, még trombitálni is lehet vele. Az elefánt amúgy nagyon békés és nyugodt. A szárazföldi állatok közül a leghatalmasabb. Akivel nem csoda, hogy senki nem mer packázni. Ráadásul csordában él, így ha szükséges, együtt védelmezik a kis elefántokat, akik milyen csodálatos teremtések. Száz kilósak. Az elefánt híres arról, hogy mindenre emlékszik.
valamint hogy különösen gyengéd és együttérző a társaival. De még a többi állattal is. Az embert is kifejezetten kedveli, akit néha felenged ülni a hátára. Milyen lehet a világ egy elefánt hátáról nézve? A kilátást elképesztő. Az érzés pedig, mint egy ringatózó csónakban, amit jó magasra felvittek a hullámok. Az elefántok a legnagyobb állat magabiztosságával tudják, hogy nincs félnivalójuk senkitől. Így csak élvezik az életet. Imádnak fürdeni, lubickolni, kitűnően úsznak, persze, amint tudnak, esznek, isznak bőségesen, sőt, örömmel táncolnak is. A víziló. A vízilóra nézve, azt mondaná az ember, hogy egészen aranyos. Pedig micsoda tévedés! A víziló ugyanis elég ideges természetű, valójában Afrika egyik legveszélyesebb állata. Még az ember sincs biztonságban tőle. Óriásira tudja nyitni a száját, a bőre pedig olyan vastag, hogy tulajdonképpen golyóálló. Nagyon gondoskodó viszont a kicsinyeivel, a védelmükben mindent megtesz, és akkor már jobban érthető a viselkedése. A vizet nagyon szeretik. Főleg a sekély tavakat és folyókat. Ahol bár úgy tűnhet a vízilovak úsznak, leginkább csak állnak a vízfenéken. Az anyák a hátukon úsztatják a csemetéiket,
ha a víz túl mély lenne a számukra. Általában csak táplálkozni járnak ki éjszakánként, és bár első látásra lomhának gondolhatnánk, a szárazföldön igen gyors mozgásra képesek. A víziló az orjukait be tudja csukni. Ezáltal sokáig a víz alatt tud maradni. Így is alszik. Miközben néhány percenként automatikusan feljön levegőért. A nevével ellentétben szinte semmi rokonsága a lóval, akkor már inkább a disznóhoz állhat közelebb, amit a röfögő hangja is mutat. A vízilovaknak valószínű, csak a madarak a barátaik, akik a bőrüket tisztogatják, és így nyugtatják őket pancsikálás közben. Talán még azt is megengednék, hogy fészket rakjanak a fejükön. Az orrszarvú. Az orrszarvú legszembetűnőbb vonása természetesen a feje tetejéről kiálló hatalmas szarv. Lehet egy vagy kettő a fajtájuktól függően, a kis orrszarvú pedig még anélkül születik. Persze, nehogy megbökje az anyukáját szopizás közben. A szarv anyaga nem csont, sokkal inkább a mi körmünk vagy hajunk anyagához hasonlít. Nincs is hozzá kapcsolódva az orrszarvú csontozatához, ha pedig valamilyen okból letörik, hát újra növeszti. Az orrszarvúról van egy legenda, miszerint ha tűz keletkezik valahol az erdőben, akkor nem szalad el, mint a többi állat, hanem megpróbálja eltiporni, a szavannák tűzoltójaként. Bár a modernkori megfigyelések ezt egyelőre nem igazolták. Az orrszarvú nem ragadozó, mint oly sok állat Afrikában,
A legközelebbi rokonai a tapírok, a lovak és a zebrák, akik ugye ugyancsak növényevők. Elsősorban tehát fűfélékkel, levelekkel és gyümölcsökkel táplálkozik. Kitűnően úszik, és akár vízi növényekért is bemegy legelni. Bár a bőrük vastag és szinte páncélnak látszik, viszonylag érzékeny a rovarcsípésre, ezért sárban és porban hemperegnek testápolásként. Az orrszarvú az elefánt utáni legnagyobb szárazföldi állat, gyorsan fut és fordul, és ha összecsapnak bizony, általában ő kerül ki győztesként. A cápa. A cápa tényleg ki tud ugrani a vízből? Igen, általában azért, mert a cápák gyakran alulról támadnak, nagy sebességgel felfelé, ahol aztán már nincs, ami megállítsa a lendületüket, és egyszerűen kirepülnek. Egyébként általában csak az uszonyukat látni, ahogy kiáll a vízből. A legnagyobb cápa akkora, mint egy busz, de nagyon sok fajtájuk van. És többségük bár a meleg, trópusi tengereket kedveli. Van köztük olyan is, amelyik a sarkvidékek körüli hideg vizekben él. A cápák híresek arról, hogy szinte sosem betegek. Valamint, hogy egyetlen kemény csontjuk sincs, és ezért olyan hajlékonyak. Folyamatosan növesztik a fogaikat, ha egy kiesik, tehát semmi gond. Legtöbbször már a következők várják a sorban. A cápa szeme a feje oldalán van és szinte körben lát. Ezért nem lehet hátulról meglepni. A legtöbb cápának állandóan mozgásban kell lennie. Ez azért van, mert a kopoltyújuk, amivel lélegeznek, nem nyitható és zárható. Ezért folyamatosan úszniuk kell. Hogy átáramoljon rajta a víz. Érdekes, hogy sokszor találhatóak a cápák körül más halak, akik vele utaznak. Ezek a táplálékának a maradékait fogyasztják el, néhányuk még az élősködőktől is megszabadítják. Cserébe pedig a cápa megvédi ezeket az úgynevezett kalauzhalakat más ragadozóktól.
Az ember általában szereti távol tartani magát a cápáktól, pedig sokuk teljesen ártalmatlan. És csupán apró tengeri élőlényekkel, planktonokkal táplálkozik. Azért a legbiztonságosabb persze óceánariumokban csodálni meg őket, sőt így repülőre sem kell ülni, vagy búvár felszerelésre költeni. Mégis karnyújtásnyira lesznek. A korallmezők többi színpompás halaival együtt. Olyan élménybe lehet része az embernek, mintha valóban a tenger mélyén járna. A szédítő látvány elvarázsolja a gyerekeket és felnőtteket egyaránt. Tuti program! A gepárd. A gepárd a szárazföldi állatok közül a leggyorsabb a világon. Karcsú megjelenésű, nyúlánk testalkatú. A feje kicsi, a szemei magasan. Segítve neki átkutatni a széles, füves pusztákat. Általában antilopokra, gazellákra, gnúkra vadászik, akik bár ugyancsak villámléptűek, a gepárdnak viszont még velük szemben is van némi sebességfölénye. A gyorsulása ugyanis jobb, mint egy versenyautóé. Amikor zsákmányt akar szerezni magának, először lopva megközelíti a kiszemelt állatok csoportját, azután a megfelelő pillanatban előbújik, ettől a nyáj megriad és szerte szétszalad. A gepárd ekkor kiszemel egy a csapattól leszakadt állatot és üldözőbe veszi. Mivel jó vágtázó, általában még a magánál nagyobb állatokat is, egy percen belül el tudja kapni. Ha ennél hosszabb ideig kell üldöznie zsákmányát, rendszerint feladja a küzdelmet, mivel az olyan sok energiát kivesz belőle. Ha viszont a vadászat sikeres, el kell hurcolnia a zsákmányt egy rejtek helyre, hogy mások ne lopják el. Valamint azért is, hogy regenerálódni tudjon az intenzív üldözés után. A gepárd az egyetlen az afrikai nagymacskák közül, amely napközben aktív. Így nem kell versengenie az ételért az oroszlánokkal és hiénákkal, akik napközben általában lustálkodnak. A szavannán könnyű meglátni a gepárdokat. A hatalmas, sík területükön járőrözve.
az őserdőkben viszont sosem jelennek meg. De látták már hóban a hegyvidékeken. Érdekesség, hogy kicsit a macskákhoz hasonlóan háziasítani is lehet őket. Idomítani, segítenek az embernek vadászni, vagy sportolási célra. Régen kutyaversenyeken agarakkal versenyeztették őket. Még dorombolni is tudnak. Nem képesek viszont ordítani, mint általában a vadállatok. De azért bocsátanak ki hangot, egyfajta morgást. Anyuszi! Mi a legjobb a húsvétban? Pontosan, hogy nyuszikat lehet simogatni. A hagyomány szerint húsvét reggelén a nyuszi fészket készít a kertben, ahova tojásokat tojik. Majd elrejti őket. A gyerekeknek nincs más teendőjük, mint megkeresni őket. Ráadásul a húsvéti nyuszi nem akármilyen. Hanem színes tojásokat tojik. Amikből pedig akkor kis nyuszik kelnek ki, hát azt azért nem, a tojásokból csibe kell ki, nem nyúl. Akiket persze húsvétkor ugyanúgy meg lehet simogatni. Érdemes azért tudni, hogy az év összes többi napján a nyulak nem tojnak tojást. Hanem végtelenül aranyos kis nyuszikat fialnak, nem is keveset, akár tizet is egyszerre. Akik gyakran kisgyerekek otthonában találnak gazdára. A nyuszi kedves, félénk. Csinos bundát viselő kisállatok. Akik a cicákhoz hasonlóan maguktól mosakodnak. Nagyon tiszták, kellemes vatta illatuk van. Különösen érdekes köztük a fehér nyuszi,
akinek a szeme piros. De ez teljesen normális, és így egészséges. Szeretnek persze futkosni, szaladgálni, ha pedig nagyokat ugrálnak a levegőbe, esetleg ugrás közben pörögnek, és cikáznak ide-oda, biztosak lehetünk benne, azt jelenti, hogy majd kicsattannak a boldogságtól. A gólya. Igaz lehet, hogy a babákat a gólya hozza, igen, a kéményen keresztül, pont ahogy karácsonykor az ajándékokat a télapó. Hiszen a gólyák is épp ott szeretnek fészkelni a házakon. A villanyoszlopokra is szívesen teszik a fészküket, aztán pedig több évig, évtizedig is használhatják ugyanazt. Az oldalába néha még verebek is beköltöznek. A gólyák általánosan szeretik az ember lakta vidékeket, a településein nevelik a fiókáikat, és a földjeire járnak táplálékért. Cserébe az emberek is áldásnak tartják, ha gólya fészkel a faluban. Azt mondják, szerencsét hoznak, sok mese is szól róluk. Igazán nagy megbecsülésnek örvendenek. Viszont csak tavasszal és nyáron élvezhetjük a társaságukat, mert augusztusban elhagyják Magyarországot. Ugyanis ők vándormadarak, és a telet napsütötte vidékeken, Afrikában töltik. Sokan azt gondolják, hogy főként békákat esznek, pedig sokkal változatosabb az étrendjük, elkapják a vízisiklót, a gyíkot, előszeretettel fognak tücsköt, szöcskét, még egeret is. Régen időjósként is számon tartották a gólyákat, úgy tapasztalták, ha fél lábon állnak, hideg lesz. Valamint, ha sokat kelepelnek, napsütésre kell számítani. Vajon hogyan kelepel a gólya?
Hát így.